Igaz, már nem vállalják a nagy pályát, keresztbe nyújtott pályán helyezik el a kapukat, de az augusztus végi meccs annak létrejötte a fontos, a legfontosabb. És így van ez már éppen 20 éve. Jön az elmaradhatatlan meccs a csikostöttösi pályán, ha úgy tetszik, a kistérségi öregfiú klasszikus csikostöttös kaposszekcső. Minden belvillongás nélkül, hisz a fociban a múlt, a jelen és a jövő is közös a két településen. Ez a meccs cseppet sem mellesleg, míg legalább fél tucat vagy annál is több települést érint az onnét érkező játékosok miatt. Most is a pályán mögöttem szerintem 8-10 településről érkeztek olyan emberek, akik annól dacolva, amikor ti jó részek magad is ebben a csapatban fociszattak. Tehát Vásárosdombó, Jágonak, most akár Szakcsit mondhatnám, Mágocsról is vannak itt. Lehet, hogy kiadtam néhányat, de 8-10 települést fiatalságát mindig is összetartott ez a sportegyesület, és ezt megpróbáljuk ma is betölteni. A legkülönbözőbb társadalmi státuszú, civil foglalkozású játékosok rúgják a bőrt mindkét csapatban. Köztük polgármesterek, iskolaigazgatók is. Mindebben az a különleges, hogy a játékosok több mint fele már 20 évvel ezelőtt az első töttös kaposszekcső meccsen ott volt a pályán. Van azért utánpótlás, akik kiöregszenek a felnőtt csapatból, és elmúltak 35 évesek, ők azért lejönnek és beszállnak közénk, bár ritkák. Ritkán fordul elő, de azért meg vagyunk mindig. Egy csapatra valóan kiadjuk a létszámot. Ami a mostani meccs első félidejét illeti, a töltösiek zárt védekezésből indított kontrákkal háromszor is betaláltak, amire csak egy volt a válasz az örök mérleg alapján jobb és most is anyagerősebb szekcsőjektől. A hazaiak akarata érvényesült. Az ellenfél nagyon jó, nagyon jó. Tehát azért nem érünk vissza, ők nagyon gyorsak. Mi vagyunk lassabbak, ugye Norbi? Valószínűleg az igazság. A szekcsői kaput egyéb iránt a pályán tartózkodók közül a második legidősebb játékos, a 65 éves Erdély Mihály védte. Helyi kapus legenda ő. Nem tagadta meg, most sem régi önmagát, balhézott rendesen a játékosokkal, és a kaput kis időre elhagyta, mert önmagával is haragba került. Egy kicsikén is elnéztem a labdákat, szóval itt az az igazság. Nem tudtam már lefeküdni. Ezelőtt lefeküdtem volna, de most már kicsit nehéz. Én valamikor itt védtem kaposszekcsén. 85-ben kerültem ide, akkor kint voltam, mint mezőnyjátékos, és 89-ben kerültem be a kapuba. A töttösieknél a kaposvári Rákócziban MB2-ben is szereplő Schumann Norbert jól védett, de megadta a játék lehetőséget a fiatalabb öreg fiú kollégájának a második félidőre. Mert így 60 fölött azért már a jövőtől túl hosszúra nem kell tervezni a futballpályán legalábbis. Szünet után a piros szerelésben játszók, ahogy mondani szokás, magukhoz ragadták a kezdeményezést, folyamatosan nagy nyomás nehezedett a töttösiekre. Már úgy nézett ki, hogy az elmúlt két év veresége után végre csikostöttösi győzelem születik, 3-2-re vezettek, de az ekkor kiadott helyzet bizony megbosszulta magát. Az ellentámadások egyikéből pompás góllal döntetlenre 3-3-ra mentette a meccset a kaposszekcső. Az eredmény a játék összképe alapján abszolút igazságos volt. Ezzel a mezőny legidősebb játékosa, a 65 éves Pincei László is egyetértett, aki még most is 10 percet a pályán volt. Folyamatosan 1972-t a rendes felnőtt csapatba, itt ebbe a szekcső töltősébe, utána az öreg fiúkba, kis pályán, több helyen, folyamatosan. A változás annyi, hogy nálunk azért javarészt mindenki fotballozott, meg hát még fotballozik is, a töltősbe viszont nem mindenki, és azért az erőlét is látszik, mert azért mi minden héten kétszer legalább fotballozunk. Elnézve a játékosok mozgását, technikai tudását, kondícióját, a két csapatból egy nagyon ütőképes együttest lehetne összehozni, amely Dél-Dunántúl bármelyik öregfiúk bajnokságában, állítjuk, megállná a helyét. 10 év ezelőtt foglalkoztatott minket ez a gondolat. Mindig csak odáig jutunk el, hogy egyszer meg kéne próbálni, de én azt tapasztalom folyamatosan, hogy a versenyszellem az már egy kicsikét, mint a kihűlt volna bennünk. Mi továbbra is ahhoz az eltöltött hétfőszerdai két órákhoz ragaszkodunk, amelynek mentén egymás közt jól érezzük magunkat, és nyilván már abból adódóan, hogy meg is korosodtunk, nem feltétlenül biztos, hogy hétvégekén ezt a terhelést bírnánk, amit egy ilyen csapatnak kellene bírni, és nyilván azt gondolom, hogy egyértelműen azt is állítatom, hogy kicsit már sérülékenyebbek is vagyunk.
Ennek ellenére a következő évben megeshet, hogy mégis egyesül egy meccs erejéig a két csapat, és meghívnak egy neves fővárosi csapatot ellenfélnek, amire egyszer már volt példa a múltban.